Egyre hevesebb harcok dúlnak Dél-Libanonban, ahol csütörtök este 4 izraeli tartalékos katona esett el. Szerda óta az izraeli hadsereg már 12 katonát veszített a Hezbollah, valamint a gázai Hamas ellen vívott küzdelemben. Észak-Izraelben 2 ember meghalt, sokan megsérültek a Hezbollah rakéta támadásában. Libanonban pedig 2 helyi tévécsatorna munkatársai haltak meg egy izraeli légicsapásban. Romhalmazzá vált a délkelet-libanoni Hezbollah egyik népszerű szálláshelye, ahová péntek hajnalban csapódtak be izraeli rakéták. A porral borított járműroncsok némelyikén még olvasható a PRESS felirat. A kisebb házakból álló épületegyüttest ugyanis a libanoni konfliktusról tudósító helyi és külföldi médiastábok bérelték. A légicsapás előtt az izraeli hadsereg nem adott ki figyelmeztetést, és egyelőre nem is kommentálta a történteket. Hajnali 3:30 lehetett, amikor arra ébredtem, hogy valami súlyos dolog rázuhan a lábamra. A következő pillanatban leomlott az egész fal. A portól fuldokolva próbáltam magamhoz térni. Elevenítette fel a becsapódás pillanatait egy megsérült kairói újságíró. A támadásban meghalt a Hezbollah politikai szárnya által működtetett tévécsatorna egyik operatőre, valamint a szintén beiruti székhelyű Al-Mayadin televízió 2 munkatársa. A többnyelven sugárzó műholdas csatorna többször is tagadta, hogy köze lenne a Hezbollahhoz, ugyanakkor Iránból kap rendszeres támogatást. Izraelben már egy éve betiltották az Al-Mayadin műsorainak sugárzását. Szerdán a cég beiruti irodáinak otthont adó épületet is dróncsapás érte. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy az elmúlt éjszaka a légierő lerombolt egy átkelőhelyet a szíriai-libanoni határon, ahol állításuk szerint a Hezbollah iráni fegyvereket csempészett be az országba. Napközben Észak-Izraelben is megszólaltak a légvédelmi szirénák. A Hezbollah fegyveresei több mint 30 rakétát lőttek ki Libanonból. A Majd al-Krum nevű arab-izraeli faluban a piacot érte találat helyi források szerint 20 embert vittek kórházba, 2 belehaltak sérüléseikbe. Az észak-izraeli Somradban délután eltemették azt az 51 éves tartalékos katonát, aki előző este halt meg Dél-Libanonban. Rajta kívül még 4 katona vesztette életét, amikor a Hezbollah rakétája eltalálta az épületet, ahol tartózkodtak. Az elmúlt napokban az izraeli haderő komoly veszteségeket szenvedett. Szerdán 4 tartalékos esett el Dél-Libanonban, 11-en súlyosan megsérültek. A hadsereg szóvivője közölte, hogy pénteken a gázai övezet északi részén is meghalt 3 fiatal katona a Hamas-Palesztin terrorszervezet ellen vívott harcban. A szóvivő előzőleg azt is bejelentette, hogy egy gázai légitámadással megölték a Hamas egyik parancsnokát, aki személyesen vett részt a tavaly októberi terrortámadásban. Október 7-én Mohamed Abu Atawi irányította a támadást a Reimi légoltalmi bunker ellen, ahol a Nova Zenei Fesztiválról menekülő fiatalok kerestek menedéket. Erről az útszélén lévő óvóhelyről többen túszként kerültek Gázába, sokakat pedig meggyilkoltak, mondta Daniel Hagari. Az izraeli légierő péntek hajnalban újabb csapásokat mérte a délgázai Han Yunisra. Palesztin források szerint a bombázásnak 38 halálos áldozata van, köztük több gyermek. Az izraeli hadsereg annyit közölt, hogy a gázai övezet déli részén végrehajtott légi és szárazföldi műveletek során a katonák több palesztin terroristát megöltek, és újabb fegyverraktárat romboltak le.